Sziasztok! Üdvözlet a Final Fantasy világában, Square Enix. Egy újabb Final Fantasy elé nézhetünk. Ez a Final Fantasy Mobius. A Square Enix műhelyéből egyenesen. Hogy mit kell tudni a Square Enixről? Csak annyit, hogy 2003-ban az Enix megvette a Square Softot, ami egy hatalmas játékkészítő, videójátékkészítő szoftver cég Japánban, akinek köszönhessük a Final Fantasy-t. Sokan ismerik, nagyon sokan ismerik régebbről, sokan nem ismerik, sokaknak még új. Ez egy szerepjáték, egy RPG játék, role-playing gaming. Az embereknek megvan a saját szerepük benne, harc, hozzáállás, fegyverek, szörnyek előhívása, szörnyek elleni támadások, tehát van egy sztoria az egész történetnek, és a gonosznak a legyőzése, a vége ennek a sztorinak. Ez a szoftvergyártó cég, videójáték készítő cég egy programot csinált, tehát egy játékot csinált, és elnevezte Final Fantasy-nek. Ez volt az utolsó játék, amit megcsináltok. A Squaresoft, annak meg Squaresoftnak nevezték magukat, és egyszerűen az volt az egészben a lényeg, hogy ez az egyetlen játék, amiben bíztak, hogy befutó lesz, és 50-50%-a volt, hogy vagy elbukik, vagy befut a játék. Hát ez a játék nagyon befutott a Final Fantasy, és innentől kezdve húzták maguk után a szekeret. Egymás után jött ki a Final Fantasy játék, és több más játék is kijött a Squaresoft-tól. Egyszerűen több részt kiadtak, és hatalmas sikereket arattak a Final Fantasy sorozatok. Ami a személyes kedvencem, az a Final Fantasy 7-es játék, de most már térjünk vissza a platform játékra, amit ugyanúgy a Square Enix készített, direkt androidos és iOS-es platformokra, mobilokra, illetve tabletgépekre. És ez az egyik ilyen, ez a Mobius Final Fantasy. Ez augusztusban, most 2016 augusztusban adták ki mobilra, úgyhogy ez még egy nagyon friss játék. Úgy vesszük, és kezdjünk neki a játéknak. A töltőképernyő nagyon jó, sok reklámmal, sok, hogy is mondjam, nem is reklám, hanem használati utasítás a játékhoz. A kártyáknak az egybetelése, tehát az egyesítése alatt sok új anyagot, sok új materiált tudunk kézbesíteni. Hofszár a videóban meg is volt, és játsszuk a bemutatót.
hármat tudunk úgy látszik, hogy ütni egyszerre. Itt van a főhősünk, még nem tudjuk ki ő, kicsoda lehet, már hamarosan megtudjuk. Oké, itt a target view, ami lent van, az azt jelenti, hogy nézzük meg az ellenfelünket, akit majd meg fogunk támadni, tehát rákattintunk, és ráképítünk arra az ellenfélre, akit meg szeretnénk támadni. Tehát ez a tüzes ellenfélre rákattintunk, nem egy másik, nem erre fogunk rákattintani, úgy néz ki. A vizes ellenfélre, vagy a jeges ellenfélre. Most visszamegyünk a harcmezőre, megint, és már támadhassuk is. Jó. És most egy új tehát képességet tudunk használni. Ez a föld képesség, és ezt használjuk. Akkor föld-kard kombinációt kapunk. A kardunk speciális képességet kap, egy föld kombinációt. Meg is nézzük. Pontosan. Így. Jó, rendben van. És most mehetünk tovább. Különféle képességet fogunk kipróbálni most. Jön ez. Így. Védekező képesség. Próbálunk kirendezni képességet. Így. És már képességünk már meg is jelent. A bizonyos körök után, tehát a harci körök után ezek a képességek feltöltődnek, és ezeket használhassuk ellenfelek ellen. Tehát a például itt a jeges képességünket a tűz ellen használjuk, ami nagyon nagy sebzést végez az ellenfélen, tehát használjuk is. Ó, gyönyörű, és egyszerre meg is ölte egybe. És itt vannak ezek a tehát a bemutatók, hogyha mivel lehet a támadást még jobban felturbózni, tehát ha a tűz ellen vizet használunk, a szélen nem földet használunk, és mivel tudjuk az ellenfél támadását csökkenteni, ha például tűzzel, ugye, ha tűzzel támad, és mint tűzes pajzsot varázsolunk valójában magunk köré, ha tudjuk, hogy a tűz erősségű az ellenfél, akkor tűzpajzsot magunk köré varázsolunk, és így ha támad, akkor kevesebb életünk megy le. És így tovább. Ezt a kört megnyertük. Ez volt a második kör, most jön a harmadik kör, ami a képernyő felső részén látható, 3x5, az azt jelenti, hogy a 5 körből harmadik kör jön. Jó, és most megint fel tudjuk minden egyes ütés jóformán. Segít minket a képességeinket, spéci képességeinket felturbózni. Így. Jó, rendben van, és megint használjuk a földkartot, tehát a föld és a kart kombinációját, és egy nagyobb csapást tudunk oda mérni az ellenfélnek, ami nagyon jó nekünk. Na itt a következő ellenfél, a negyedik kör. Az, hogy levigyük az ellenfélnek a pajzsát, ahol Great Ability-t kell csinálnunk, tehát olyan csapást kell sújtani, hogy a pajzsa, ami védi, az levigye teljesen, tehát megpróbáljuk ezt elérni. Így, és most már használhatjuk a föld képességet, ami megint kombináljuk a karddal. És most már használjuk a földkardot, tehát a föld és a kard kombinációjából lesz a földkard, ami, ahogy lássuk, a sárga csíkot levitte piros csíkra. Tehát annyira már nem védített, és a piros csíkot már lehet, hogy is mondjam, rendes támadásról levinni. Tehát nem kell spéci támadás ide.
de használhatjuk a spéci támadást is, így gyorsabban lemegy az élete, tehát nagyobb csapást nyerünk rá. Még egyszer, megüssük, így a break támadás érvényes lesz. Így, és most már használhassuk a speciális képességünket, most már felment a jégképesség. Használjuk most ezt a varázslatot. És ugye egy halálos csapát mértünk az ellenfélre, mivel ő tüzes ellenfélre, és mint jeges támadást mértünk rá. Megint csak a normál támadást fogjuk használni. Így, jó. Rendben van. Megint csak normál támadás. Így, jó. És most csinálunk egy break-et megint. Tehát a köldés partámadás kombinációjából. És így letörte a felső pajzsot neki, és már csak egy-két ütéssel el is értik a break-et, ami teljesen levette a pajzsát. Így most olyan elementet tudunk használni megint, mint a jég, ami a tűz ellen jó, így nagyba leviszi az életét, és ki is végeztünk az ellenfelünket, és kaptunk is valamit. Következik a töltőképernyő, megvárjuk, hogy mi fog történni. Hát úgy néz ki, hogy ez a Vox nevezetű valami, ez egy hang, amit követni kell, és azt akarja, hogy éjszakra menjünk. Na most kaptunk pontokat a harcunkért, tehát mi pontunk 13106. Ezek a pontok nagyon fontosak. Így kaptunk 180 gilt, ami a fizetőeszköz, és experience pontot kaptunk, ami nagyon fontos, hogy szintet lépjünk. Ez a gyakorlati pont valójában experience gyakorlatot jelent. És most menjünk tovább. És kártyát is kaptunk, vagy villogott a kártya, tehát bónuszként. Egy szörny elejtett egy kártyát. Megnézhessük a kártyának a adatait, rámegyünk a kártyára. Hát most egyelőre nem enged a kártya adataihoz. Hát egy ládát kell kinyitni. Egy kintes ládát. Ó, és kaptunk 3 elixírt is. Nagyszerű. Nem kezdődik rosszul. Jól kezdődik ez a játék, tetszik. Ó. Deck building.
Bemegyünk a kártyamenübe, ami a jobb felén van, rákattintok a kártyáról, a dexre, és itt tudjuk beállítani, hogy milyen képességeink legyenek, milyen képességet tudjunk használni az ellenfelek ellen, vagy milyen képességgel tudjuk védeni minket. Tehát azok a képességek, amik feltöltődnek, mint a föld, tűz, víz vagy jég, ezek a képességekkel tudunk támadni is, és tudunk védekezni is. Megnézzük a negyedik utolsó, hogy mit tudunk ide rakni. Á, ide tudunk rakni egy új kártyát, amit most kaptunk. Akkor rakjuk is oda. Így, jó, rendben van. És így a level 3-ról level 4-re valójában emelte a harcosunkat, Onion Knight, úgy néz ki az a neve neki, és oké, elfogadjuk ezt. Ó, igen. Minél több a szinte, annál erősebbek leszünk, tehát a kártyák valójában erősebbé tesznek minket. Nagyszerű, örülök neki. És bal alsó sorokban található a erőségünk, tehát a képességeink, a támadásunk erőssége, a védekezésünk erőssége, a mágia található, a kritikál ütés, tehát az, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogyha nagyobbat tudunk ütni, hogy két ütésünk nagyobbat lesz, a gyorsaságunk és a védekezési képességeink. Nagyszerű. Megyünk tovább. Megnyomjuk a home button-t, a off-hall button-t, és visszamegyünk arra a pontra, amin legutoljára voltunk. A harcmezőre egy új területet találtunk. Megnézzük ezt a területet, és látom, hogy van egy ilyen kincses láda megint csak. Meg kell győződnünk arról, hogy a hogy mennyi ez a stamina pont, amit levesznek nekünk, arra, hogy tudjunk itt harcolni. A stamina pont az fent található a név mellett, meg is mutatom már is a nevet. Ott van a nevem, kicsit följebb teszem a ablakot, így hogy lássa mindenki, és alatta van a stamina pont. 30-ból 30, tehát minden egyes mezőre, ha lépünk, bizony stamina pontot levesz nekünk. Minél erősebb ellenfelek vannak, minél tovább menjünk, annál több stamina pontot levesz minket. Ezt a stamina pontot újra elixirrel lehet majd feltölteni, amit kaptunk, ugye. A battles, az meg azt jelenti, hogy hány kört fogunk menni az ellenfelek ellen, tehát négyből egy, négyből kettő, négyből három és négyből négy kört. Ez a pálya erőségét érésük, a szörnyek erőségét érésük. Itt pedig a szörnyek erőssége található, a difficulty. Tehát a maximális erőség ugye az 5 szörny, és most 3 szörny erőségű a pálya, ez a pálya, ahol fogunk lépni. És itt pedig a warnings alatt, a figyelmeztetés alatt, hogy milyen főnök ellen fogunk majd harcolni, tehát Water Boss Sighted, az azt jelenti, hogy vízi szörny ellen fogunk harcolni majd, tehát fel kell készülnünk, hogy több legyen nálunk a tüzes kártya, mint a vizes, tehát úgyhogy. És itt pedig található az, hogy milyen kártyával is dolgozunk, tehát az első kártya, azok mind vagyunk, az a jobb kártya, mi harcosunk, a második a föld, a harmadik a tűz, a negyedik a ugye a víz, vagy a jég, és ötödik megint csak a tűz, amit előbb választottunk kártyát. Elég jól állunk. És itt tudunk választani deket, tehát az, hogy milyen elég harcosra legyünk, egyelőre még nem tudunk választani, az egyetlen harcosunk van, és már kezdjük is a buli, kezdődik a buli.
És itt van egy olyan, hogy play list, tehát a játékosok listája, hogy milyen játékosok adják kölcsön a kártyájukat, tehát mi is kölcsön adhatjuk a kártyánkat, természetesen használhassuk a kártyánkat, ők is használhassák, azt mi válasszuk ki, és ők éppen úgy kiválasztják azt, hogy milyen kártyát adnak nekünk kölcsön. Úgyhogy most itt van egy olyan kártya, hogy Chocobo, Barrier kártya, ez a kártyának az a képessége, hogy a védekezést, tehát megerősíti a védelmünket, tehát kevesebb HP életünk megy le. Átmentélek tudjuk kölcsönözni, ugye kölcsönözzük is ezt a kártyát. Így, ezzel meg el is megy. Tehát egy kártyával többet kaptunk, tehát most már van föld, tűz, jég, tűz és életkártyánk. Ez a szívecske, ezt úgy nevezem az életkártya. Tehát ha életemet valamilyen szinten megmentünk a kártya, vagy újra regenerálódik az életem, tehát vagy újra frissül, tehát attól, hogy milyen kártyának milyen képességei vannak, olyan képességet tudunk használni. Jóvá hagyjuk, most már mehet a következő harc, már alig várom. Azt akarjuk, hogy gyorsabban mozogjunk ember, és akkor rákapjunk a képernyőre, mert az emberünk mozog, és akkor gyorsabban bejönnek a ellenfelek is. És most már jöhetnek a... Jó, és most már a barrier, ez a kártya, amit kaptunk, ez most feltöltődött, és most már tudjuk használni. Tehát magunk körül tettünk egy pajzsot, és ami jobban véd az ellenfél támadásaitól. Jó, és ez az ikon meg lent található, tehát itt van az életünk, a HP, mennyi életből mennyink van, és fölötte található ilyen pajzsszerűség, ez azt jelenti, hogy minden egyes tehát körné, tehát egy oda-vissza körné, tehát én ütök, a ellenfél üt, az egy kört jelent, és akkor lemegy egy pajzs nekem. A Support Ability Cooldowns, ami jobbra található a képernyőn, lent villog egy ilyen kis heteske ezen az élet, amit előbb használtam, az azt jelenti, hogy annyit kell várni, annyi fordulatot kell várni arra, hogy újra tudjam használni ezt a képességet. Így. Ami nagyszerű. És most van egy ilyen kis kör alattunk, ami szintén ilyen vezérlő egység, vezérlő pult valójában. Ha rákattintok és rajta hagyjuk a ujjunkon, akkor előjönnek ilyen bizonyos szintek. És ha lássuk, a jobb oldalon van az a hatos, ahol van ugye visszaszámláló, ott a... ami valójában tehát védelmi mezőt tettünk magunk köré, abban a kártyával. Ennek van egy másik képessége is, amivel tudjuk magunkat gyógyítani. Úgy, és felmegy a HP-nk, egy kevesebb felmegy, hogy ne legyen annyira lent. És ha lássuk a HP szintet, már felment 501-re, tehát ez egy nagyon jó dolog. Jó! És most van újra megítethessük a pusztítás, a ellenfelek megsemmisítését, úgyhogy mehetünk így. Hogy nagyszerű, szuper! Nagyon-nagyon jók vagyunk. Jó. Most jön egy újabb bemutató. Most az, hogy lássuk, hogy az ellenfelünk erőssége a jégvarázs, vagy a jégtámadás, így jégpajzsot magunk köré rakunk. Valójában meg is támadhatnám őket, de a jég azt csak gyógyítaná. Mivel nem tudom, mivel a támadás ugye azt javítaná a helyzetén, így ezt a jeget magamra fogom használni, mint pajzsot.
Míg ha ő hit engemet, akkor kevesebb élet meglát. Tehát ugyanez a szindróma a tűznél, a földnél és a levegőnél is. Tehát megint csak a jobb alsó menübe belemegyek, és most egy pajzsot varázsolok magam köré, mikor üt, akkor kevesebb élet meg le. Lássuk. Na, cserél, szuper! És most veszünk egy kis életet, megint feltöltődött az élet. Veszünk egy kis életét is, magunkra, fel tudjuk tölteni magunkat. Jó, és most megint támadjuk kedves ellenfelünket. Jó, és most megcsinálunk egy olyan, hogy a narancsárga a pajzsát lepróbáljuk venni teljesen, úgyhogy megint csak a föld képességhez fogunk hozzányúlni, ami kombinációja a karddal. Kombinálni le tudjuk venni úgy, és már csak pár ütés ahhoz, hogy lemenjen az alsó szintjenek ilyen. De viszont felment nekünk a piros is, tehát a tűz rész is felment nekünk, úgyhogy vagy az egyiket használjuk, vagy a másikat használjuk. Tehát most az alsót használjuk, itt le fog menni garantáltan az alsó kék, és ilyen sőt az egész életelemen, a többnyire életére halt nem a pajzsára, a gyengéje. Tehát itt megint csak pajzsot húzunk magunk köré, mivel nem támadhatunk ugyanazzal a valójában támadhatnánk, de nem támadunk. Ugyanazzal a képességgel, a jó képességgel, így, megint csak támadunk. Egyelőre nem töltöttek fel a jobb oldali kártyának a képességei, és most feltöltöttek. Most megint tüzet használunk, de most a másik tüzet használom. A tüzes kardot, a képességet. És még, igen. Ez volt az utolsó. Húzásom, itt van a break, nagyszerű. Még egy ütés beviszek neki, és most használom a tüzását megint, tehát ezzel garantáltan kivégzem őt, ez a gyengéje. Nagyszerű, meg is voltak a körök, meg voltak a egymás után a harcok, kaptunk pontot, 6747 pont. Nagyszerű, szuper. És ez természetesen bekerül a heti rangsorolásból, hogy ki mennyi pontot szerzett egyszerre, tehát harcokban. Tehát ez a 5-6 körös harcokban, 3-4 körösekben, tehát ezekben komplet harcokban ennyi. Minél több pontot szerez valaki, annál közelebb ér a nullához, tehát a 1-es helyezése. Úgyhogy egyelőre még igen, a béka fenek alatt vagyok. Menjünk tovább. Kapjuk a gyűlöket, kapjuk a experience pontokat. Itt már 40 experience pontot kapunk, szóval 1,5 számlát, mivel erősebb ellenférről volt szó. És kaptunk ilyen skillszédeket is, amiket fel lehet használni. Kaptunk az új kártyát is, nagyszerű. A ablakot most leteszem ide. Nagyszerű, visszamegyünk. Kaptunk egy új kártyát. Ó! Oh. Tehát megcsináltuk azt, hogy valójában, hogy is mondjam, követhessük ezt a harcost. Úgyhogy ha például tövessük ezt a harcot, bizonyos pontokon megjelenik, és ott azt a kártyát használhatjuk, ahol ő megjelenik azon a pontokon. De most nem fogjuk ezt a... De igen, fogjuk követni. Akkor nem, már csak bemutató, nem tudjuk követni. Jön a következő ládó, ugye? Leroltuk a köröket, megint csak Phoenix Dome kaptunk, először csak most Phoenix Dome kaptunk. 3-ot, az nagyon jó, ha meghalnánk, akkor ebben fel tudjuk magunkat éleszteni.
Jó, jöhet a következő pályó. Skill panel. Ez lesz érdekes dolog. Bemegyünk a card menübe, bemegyünk a tekre. Itt van egy olyan dolog, a skill panel, ami a valójában a harcosoknak a képességeit mutassa meg. Rá is megyünk, így. És ha sokat készítünk, például a pirosból sokat készít, akkor fel tudjuk használni. Tehát ehelye attack, hogy plusz 5 attackot kapjunk, tehát 5-tel többet tudunk sújtani ellenfélre, ahol kell 10 tüzes skillseed, van is annyi, hogy fel is használjuk, így 5-tel megnövekszik a támadási szintünk, nagyszerű, szuper. Jó, visszamegyünk, így nagyszerű, szuper. És itt találhatod, hogy mennyi skillseed van, tehát mennyit készítettünk valójában. Megtalálható, nagyszerű, és ezek szerint tudjuk kombinálni a kártyákat is, tehát amelyik a több tüzes kártyát rakunk be, tehát ide ezekbe a helyekbe, föntre, akkor természetesen a tüzes skillseedet többet fog generálni, a több föld képességű kártyát, a több földet fog generálni, és így tovább. Megyünk tovább. Megnézzük. Most. Jutam el. Visszamegyünk a kombatonnál. Itt. Nagyszerű. És... egyelőre ennyi volt, srácok, a bemutató. De tovább fog folytatódni hamarosan ez a bemutató, úgyhogy várlok titeket vissza, és bízok benne, hogy sokan megnézik ezt a videót, és hamarosan folytatom a következő videóval, és addig a következő végigjátszással, ez volt a Mobius Final Fantasy, és várlok titeket legközelebb is, sziasztok!